Tapasztal a szerzési célra vágott neki az Éjjel-Villel sorozatnak a Nyíregyháza Blue Sharks 20-as csapata, ehhez képest a hétvégén a pécsi rájátszásban lépnek pályára Fazekas Csabáék. A kék cápák a kolozsvári és a szolnoki tornán 8 mérkőzésből 7-et megnyertek, cseh, észt, szerb és román csapatokat felülmúlva jutottak be a rájátszásban nyíregyházi fiatalok. A Blue Sharks kosarasai péntek délelőtt indultak el Miskolcra, ahonnan az esti felnőtt, illetve utánpótlás találkozót követően utazik tovább Pécsre az U20-as csapat. A Blue Sharks mérkőzései Miskolcon, ugye akár a B csoportos csapatról, akár az U20-as csapatról beszélek, mind a kettő sorsdöntő, bár mindig sorsdöntő mérkőzéseket játszunk, ez eléggé érdekes, de a felnőtt csapatnál a hátralévő kettő mérkőzésből egyet mindenképp nyerni kell, hogy meg tudjuk tartani ezt a negyedik helyet, illetve az U20-as csapatnak minden mérkőzését nyerni kell ahhoz, hogy a saját kezünkben tartva tudjunk bejutni a 8-as döntőbe. Ezután jön csak az EJBL, és az EJBL úgy gondolom, hogy egy plusz dolog, amiben a srácok részt tudnak venni. Nagyon jó csapatok ellen fogunk játszani. Ugye szombaton a déli mérkőzésen a London United csapatával fogunk megütközni, ami teljesen más kosárlabdát fog hozni, mint amihez a srácok hozzá vannak szokva. Az angol kosárlabda nem annyira a szervezettségre épül, viszont nagyon jó fizikai képességekkel megáldott játékosok alkotják ezeket a csapatokat, és nekünk föl kell venni velük is a versenyt. Majd este pedig a Szolnok csapatával ütközünk meg. A másik ágon a házigazda pécsi Radgeber Akadémia, az olasz Basket Rimini és a szenegáli székhelyű NBA Afrika Akadémia csapata szerepel. A két döntőbe jutott együttes bekerül a tallini szuperdöntőbe.